Szia! 2020 2020 0 2 0, Második hó 2 másodika. Tehát 2 2 2 2 Az 4 2 az 8. Szóval ez van ma. Állítólag ez egy bűvös nap. Az biztos, mert most arról fogok beszélni a hangdalal livestreamemben, hogy hogyan győz le a lámpalázat. Na, hogyan? Hát van egy pár ötletem, megosztom veled, jó? Ez azért jó, mert a lámpaláz az ugye a félelemből fakad, meg, az ben, az, meg a bizonytalanságból, és hogyha az ember le tudja győzni a félelmet, meg a bizonytalanságot, az egy nagyon jó dolog. Így van? Na, hogyan győzzük le a lámpalázat? Pár ötletem van erre. Én például nem szoktam lámpalázas lenni, amikor például a Fuzsi lányomat megkérdezem, aki fúvolázik, hogy vagy mások, nem is, nem is szoktam ilyet kérdezgetni, mások szokták, mások szokták kérdezni, hogy na is lámpalázos voltál? És akkor a Fuzsi nem. <laughs> Tehát nem törvényszerű, hogy az embernek legyen lámpaláza. Ö, hát az első az egy közhely. Gyakorolj, gyakorlat. Gyakorold a szereplést. Gyakoroljál minél többet, olyas, mint hogy emberek előtt énekelsz. Jó, lehet, hogy először rettenet fog el, hogy jaj, most emberek előtt énekelek. Nagyon hamar meg fogod szokni, sőt, mondjak valamit, élvezni fogod. Imádni fogod, hogy emberek előtt énekelsz. Annál nincs jobb, mint amikor emberek figyelnek rád. Egy időtelen számít, arra, hogy függőségbe kerülsz a dologtól. A másik az nagyon fontos, ez is közhely, de mégis azért fontos megemlíteni. Tehát kell a felkészültség, kell az alaposság. Tehát részletbe menően gyakoroljad a darabokat, amiket énekelsz, vagy a dolgot, amit előadsz. Menjél bele a részletekbe, tehát egészen finom részletekbe is menjél bele. Ne csak úgy állandóan ismételgesd, ugyanazt, ugyanazt, ugyanazt. Tehát például hogyan lesz valami alapos? Úgy, hogy például többféle módon gyakorolod ugyanazt. Tehát lehet, hogy egy zenei részletet gyakorolhatod úgy is, hogy felháborodott hangon, majd vidám hangon, majd elkeseredett hangon, majd panaszkodós hangon, majd közömbös hangon. Ezek mélységet visznek bele az előadásodba, és a tudatalattidat mozgósítják. Ugyanis ne számíts arra, hogy minden tudatosságból fogsz tudni jól előadni. Olyan nincs. A tudatosság az egy nagyon vékony hátja, nem sokra képes. Az igazi alkotóerő az a tudatalattidból jön elő, azt pedig valahogy mozgósítani kell, például játékos ötletekkel, amivel alaposabbá és részletesebbé teszed a gyakorlásodat. És hát készülj fel, tehát sokat csinálj valamit, sokat ismételgesd. Addig gyakorold, amíg, amíg, már meg nem unod. Amikor meguntad, az jó jel. Akkor gyakorold még. Aztán még gyakorold. Majd egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy már nem unod. Túljutottál az unalomponton. Tehát amíg nem jutsz el az unalompontig, már még nem tudod a darabot. Jussár hát túl azon a lomponton. Egyszer csak azt fogod érezni, hogy álmodból felkedve fel, és tudod azt. Már, nem, már nincs gondod vele. Tehát nagyon sokat játszál valamit, de ilyen kreatívan, ahogy az előbb mondtam, ne csak mechanikusan ismételgesd, az borzasztó. Abba csak belefáradsz, és megunod az egészet. Legyen benned egy pozitív elvárás. Tehát az legyőzi a lámpalázat, hogyha nem negatív dolgokat el, Tehát nem attól fél, nem arra gondolsz, hogy jaj, biztos rossz lesz, meg jaj, mit szólnak majd a többiek, meg kritizálni fognak, meg mit tudom én, hanem egy pozitív elvárás legyen benned, hogy fú, milyen klassz lesz, kimegyek a színpadra, imádni fogják, ahogy megszólalok. Minden szem rám szegeződik, érzem a figyelmet, érzem azt a csöndet, ami. Behúz engem, és kihúzza belőlem a tartalmat, és az emberek energiája feltölt, és sokkal jobban énekelek, mint gondoltam bármikor magamról. Ez egy pozitív elvárás. Ha így jársz neki, nem jársz rosszul. Ne valami ellent tegyél, hanem valamiért. Tehát ne a félelem vezérelni, hogy jaj, nehogy eljön csak egy hangot, jaj, csak nehogy megkritizáljanak, hanem valami valamiért dolgozzá. Tehát mondjuk, hogy lendületesen és meggyőzően adjak elő, az egy fontosabb cél, mint hogy jaj, nehogy eljön csak egy hangot. Vagy például, hogy mit szólnak a kritikusok, helyett az sokkal jobb, hogy milyen, milyen jó lesz, hogyha elbűvölöm őket. Az a célom, hogy elbűvöljem az embereket, hogy teljesen a hatásom alá kerüljenek, és szinte meg legyenek hipnotizálva az előadásom által. Ehhez még az is jó lehet, hogyha a darabokat nem csak fizikailag próbáljuk el, hanem mentálisan is számtalanszor elgyakoroljuk. Tehát képzeletben elképzeljük, hogy elénekeljük, vagy eljátszok a darabot, és képzeletben azt is elképzeljük, hogy a közönség hallgat minket, és azt is elképzeljük képzeletben, ahogy hatással vagyunk rájuk, és egy bizonyos érzelmi hatás megszületik bennük. Minden nagy sportoló, minden nagy művész, minden nagy tudós, minden nagy vállalkozó mentálisan eljátsza azt, hogy majd mit fog csinálni, és így sokkal jobban fog neki sikerülni. És végül olyasmit mondok neked, amit a tegnapi február 1 adásomban mondtam, cselekedj örömből. Tehát a szereplésnek is úgy kell neki vágni, hogy ne félelemből cselekedjél, ne bizonyításvágyból, ne görcsösségből. Tehát ne olyan dolgok vezérélnek, amiért nem érdemes cselekedni, hanem olyan dolgok vezérélnek, amiért érdemes cselekedni, amiért érdemes bedobni magadat, és ezáltal megszületik benned az az öröm, ami áthatja az egész előadásodat. Tehát ha örömből cselekszel, az olyan is lesz, az nagyon jó lesz. Még ha véletlenül nem sikerül olyan tökéletesen, mégis örömből cselekedtél, az emberek értékelni fogják és szeretni fogják még úgyis a tökéletlenségeivel együtt a produkciódat. Ehhez kívánok neked sok szerencsét, a zene legyen veled! Fekete Kis Sándor vagyok, a hangdala énekmestere. Várlak szeretettel! Szia!